Még tavaly decemberben fogadta el a szekszárdi önkormányzat a város klímastratégiáját. Ezzel kapcsolatban tartottak úgynevezett klímatudatosságot erősítő konferenciát. A rendezvény mindenki számára nyitott volt, így a téma iránt érdeklődő lakosokat, szervezeteket, cégeket is szívesen látták. Szekszárd klímastratégiai egy kötelező módszertan alapján készült, ami a Klímabarát Települések Szövetségének a gondozásában készült el. Ilyen értelemben illeszkedik a magyarországi stratégiák többségéhez. Van ugye egy helyzetelemzési része, ami három fő részt elemez, a szénkarbonkibocsátást, a helyi klímaváltozási problémaköröket, az ehhez való alkalmazkodás lehetőségeit, illetve a szemléletformálást. Szekszárd éves szinten 200 ezer tonna széndioxidot bocsát ki, ezt a számot a városvezetés 30%-kal szeretné lecsökkenteni. A célok között szerepel az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése is 2030-ig, vagyis az energiafelhasználás csökkentése és ezáltal az üvegházhatás kibocsátásának redukálása. Továbbá a Tolnai megyeszékhely terve a helyi erdők ökológiai állapotának javítása, illetve a természeti és kulturális örökség hosszú távú megőrzése. A szakember elmondta azt is, hogy mindezek mellett fontos az emberek szemléletformálása is. Felnőtteknek a attitűdjei, magatartása az nehezebben változtatható, viszont a fiatalok, a felnövekvő generációknak még könnyebb szemlélni, vagy könnyebb formálni a szemléletét, és könnyebben náluk elérni azt, hogy a fenntarthatóságot a magatartásukban érvényesítsék, illetve a cselekedeteikben. A tanácskozás során továbbá átbeszéltek olyan témákat, mint a szlóváros, a körforgásos gazdaság, vagy éppen a fenntartható életmód.